Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városházán, már gyülekeznek a középiskolás és az általános iskolás diákok, hiszen hamarosan városi diák önkormányzat választás lesz. Hogy mi is ez pontosan, arról Kovács Ilonával beszélgetünk. Mi fog akkor most itt történni hamarosan? Tehát a város egy pályázatot nyert meg, illetve a Dalilini Kulturális Központ egy pályázatot nyert meg, és ennek keretében feladat, hogy egy városi diák önkormányzatot hozzunk létre. És ennek keretében most egy alakuló ülés lesz, ahol elnök jelöltek vannak, három tanuló jelentkezett, és ők közülük választunk most elnököt, illetve alelnököket. Minden tagiskola, illetve tehát általános és középiskola képviselteti magát itt az önkormányzatnál, és bemutatjuk a szervezeti és működési szabályzatot, majd ennek elfogadása fog történni, és ennek alapján választás lesz. Minden iskola, illetve tagiskola, ugye tagiskolákról is beszélünk, egy mandátummal rendelkezik, tehát egy tanulóra szavazhat, és ez a napján majd a választási bizottság ugye összeszámolja a szavazatokat, és a Városi Diák Önkormányzat elnöke és két alelnöke fog kikerülni, tehát a választás győzteseként úgymond. És mi lesz ennek a szervezetnek a feladata? A szervezetnek az alapvető feladata, hogy a városi diák életet egy központi csoportra összpontosítja, kapcsolatot tartson az iskolákkal, illetve az iskolákban működő diák önkormányzatok kapcsolatfenntartása, kulturális programoknak a szervezése a fiatalok részére, a gyerekeknek, tehát baráti kapcsolatoknak a létrehozása, célok, jogoknak az érvényesítése az önkormányzatok felé, és egyéb diák önkormányzatokkal való kapcsolatfenntartás is, tehát most jelenleg mondjuk Debrecennel vagy Nyíregyházával, tehát ahol már működnek és jól működnek ezek a városi diák önkormányzatok. Volt már ilyen korábban, tehát egy hasonlóra emlékszem, de nem így hívták, tehát korábban is volt hasonló, ez azért egy picit több, hiszen akkor itt kifelé is nyit a város. Igen, tehát valamilyen kezdeményezés már volt régebben, de ez azért új, úgy gondolom a város életében. Ez egy teljesen új szemléletet fog megalakulni. Gondolom a gyerekeknek is újdonság, hiszen azért még nem választottak, nem szavaztak, tehát ők is biztos, hogy izgatottan várják. Viszont akit most megválasztanak, elnököt és két alelnököt, nekik ez most a mandátum, ez a tanévre szól, a jövő tanévre, tehát mit lehet tudni erről még? Az elnökök és az alelnököknek a mandátuma egy évre szól, tehát a mai naptól 2013. május 27-től 2014. május 27-ig, és egy év múlva újra választás fog lenni. Lehet, hogy ugyanazok lesznek újra, attól függen ugye, hogy a közgyűlés majd mit fog határozni, hogy megvannak elégedve a gyerekekkel vagy sem. Illetve hát újabb jelöltek is lehetnek természetesen. Hát gondolom azért nem csak vezetők lesznek ebben a szervezetben, hanem lesznek tagok is. Ők kik lesznek? Tehát a tagiskolák, iskolák delegátjai, de gondolom azért felnőtt segítők is lesznek. A tagok csak gyerekek, tehát az összes tagiskolából, illetve középiskolából, iskolából jelentkeztettek tanulók, ez önkéntes alapon működött, egy igazgatói ajánlás volt szükséges ehhez. Ezek a gyerekek fogják ellátni a feladatokat, de folyamatos a tagságba való jelentkezés, tehát nem azt jelenti, hogy most lezártuk és csak ők lehetnek. Ha valaki meggondolja magát, persze természetesen akkor az távozik köreimből, de lehetnek újabb tagok is, tehát folyamatos. Egyről az elnök és a két alelnök személye, aki adott egy évre. És akkor kik lesznek azért a felnőtt segítők, ha nem is tagként, hiszen ön is felnőttként van ebben mellettük, de azért gondolom iskolánként, ha más nem, egy összekötő pedagógus lesz. Igen, tehát minden iskolában ugye működik diákönkormányzat, és van egy diákönkormányzat segítő pedagógus. Tehát ők is valamilyen szinten, ha háttérből is, de részt vesznek ebben a munkában, illetve mint mink többen is segítői leszünk ennek a Városi Diák Önkormányzatnak. Minden kezdet nehéz, látom, hogyan is izgul még azért, de reméljük, hogy sikeres lesz a mai választás, és a következő egy évben hasznos és eredményes munkát kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen, és mi is reméljük, hogy ez így lesz.